Az első írásos emlékek 1261-ből származnak fel Németen, amely az évszázadok során többször elnéptelenedett, de mindig újra megtelt élettel. Az itt lakókat leginkább a szőlő- és bortermelés foglalkoztatta. Kezdetben önálló faluként működött, csak az 1960-as években lett Eger része. Többek között ezeket az információkat is megtudhatták azok, akik részt vettek a Felnémeti Esték című programon. Az eseményt a Felnémet Kultúrájáért Alapítvány szervezte. A legjobb lehetőség, mint erre a Felnémet templomának a bemutatására, mint itt a helyszínen, annál is inkább, mert a felújítás, a külső felújítás most fejeződött be, és a szép környezetbe még az emberek is szívesebben jönnek. A harmadik indok pedig az, hogy szeretnénk hírül adni az embereknek, hogy itt Felnémeten is vannak értékek. Azonban nem csak a városrész történetéről, hanem a Szent Rozália templomról is megtudhattak érdekességeket a résztvevők. Például azt, hogy a nagy pestis járvány idején fogadalomból építették meg az ott élők. Amíg ugye lakatlanná vált a terület, addig itt hát sajnos a korábbi templomot a földdel tették egyenlővé a törökök. És erről keveset beszélünk, illetve nem is hangzik el sokszor. Mindenki úgy gondolja, hogy a II. Rákóczi-féle szabadságharc kitörésekor, illetve azt követően kezdik építeni. A templom idén egy felújításon esett át, melyre nagy szükség volt már a hívek gondoskodásának ellenére is. Két hete fejeződtek be a külső munkálatok, melynek részeként megújult az épület tetőszerkezete, környezete, megoldódott a csapadékvíz elvezetése, a villámvédelem, valamint a falmenti szellőzőárok kiépítése is, de restaurátorok is dolgoztak a templomban az elmúlt időszakban. Mindenre 34,5 millió forintot biztosított a kormány, 18 millió forintot pedig az egri főegyházmegye.